A lengyel-magyar kapcsolatok egészen az Árpád-kortól napjainkig igen erősek, hangzott el a Magyar-Lengyel Kereskedelmi Gazdasági és Kulturális Egyesület, valamint a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös konferenciáján. A megyeházán tartott rendezvényen a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének tanácsosa kiemelte, többek között a rendszerváltás és az EU-s csatlakozás is ugyanakkor zajlott a két országban, ezek is tovább erősítették az elmúlt bő két évtizedben a kultúrát és gazdasági kapcsolatokat. A lengyelek és a magyarok szinte testvérek, és a két ország közötti kapcsolatok igen erősek, és én úgy gondolom, hogy ez a jövőben is erős, jó lehet. A találkozón a Go and Learn című nemzetközi programról is szóltak, ebben 6 ország, köztük magyar és lengyel szervezetek működnek együtt, céljuk, hogy a gazdasági szereplőket közelebb hozzák egymáshoz. Ehhez a programhoz kapcsolódóan kidolgoztunk egy nagyon jól használható honlapot, ahol azokat a gazdálkodó szervezeteket szerepeltetjük, akik más országból szívesen fogadnak üzletember delegációkat, üzletembereknek mutatják be a szakmai tevékenységüket. Ezt azért találjuk fontosnak, mert az a lényeg, hogy ha valaki kiutazik külföldre, ne csak a kulturális és turisztikai látványosságokat ismerje meg, hanem ismerje meg az országnak a gazdaságát, életét is. Ez a program Olaszországban már nagyon jól működik, tőlük vettük át, és a lengyelek is bekapcsolódtak ebbe, aminek nagyon örülünk. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre arról szólt, a közvetlen brüsszeli források egy része, amelyek segíthetik a lengyel-magyar gazdasági kapcsolatok erősítését, már 2014. január 1-től elérhetőek. Ezekre az alelnök szerint kellő odafigyelést kell fordítaniuk a gazdaság szereplőinek, valamint a megyei önkormányzatnak is.